Félreértés ne essék, nem az elmúlt időszakban politikai okokból kinevezett embereket szeretnénk menteni, de azt kérjük Önöktől, hogy a munkatársai kiválasztása során tartsák be az alkotmányossági kereteket. Államtitkár úr, mit kíván Ön tenni, hogy holnap alkotmányos tartalommal tudjuk elfogadni ezt a törvényjavaslatot? Választ köszönöm. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Úgy láttam, a szándékaink nagy része azért egyezik, hiszen mindjárt abban vagyunk érdekeltek, hogy egy jól működő közigazgatás legyen Magyarországon, visszajön a tekintélye, és ez csak úgy állítható vissza, hogyha az a nagyon kis réteg egyébként a közigazgatásból, aki vagy politikai alapon lett kinevezve, vagy pedig alkalmatlan munkavégzésre, az kikerülhessen. Az eddigi rendszerből nem kerülhetett ki, a bírósági gyakorlat egyértelmű volt, hogy alkalmatlanság címszóval senkit nem lehetett fölmenteni a köztisztviselő jogviszonyából. A kormánytisztviselők jogállása ebből a szempontból más lesz, erre 65 ezer emberre másfajta jogszabály fog kiterjedni. Az indokolás nélküliség ma is létező gyakorlat a munkajogban, a közszféra munkajogában egyaránt, ugye hiszen a próbaidő ideje alatt akár fél évig, illetve vezetőbeosztásoknál szintén indokolás nélkül lehet felmenteni az illetőt, vagy megszüntetni a munkajogviszonyt. Ez nem vezethet önkényességhez. A bíróságok példája egyértelműen mutatja, hogy az indokolás nélküliség nem jelent önkényességet. Felhívom a figyelmét például, ha itt jogi helyekre, meg korábbi ítéletekre hivatkoztunk, az enyingi jegyzőnek az esetére, amikor kiderült, hogy nem a munkavégzésével kapcsolatban felmerült okból mentették föl indokolás nélkül próbaidő alatt azt a munkavállalót, akit felmentettek, éppen ezért visszahelyezték a jogviszonyába, hiszen az indokolás nélküliség nem engedi meg az önkényességet. Ha teljesen különáll a felmentés valós oka attól, ami a munkavégzéshez kapcsolódik, azt nem tehetik meg, még akkor sem, ha nincsen indokolási kötelezettség. Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatával kapcsolatban pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy az azt rögzítette, szerintem a 13. havi juttatással kapcsolatos ítéletből, vagy határozatból idézett képviselő úr azt rögzítette, hogy szerzett jog a köztisztviselők számára a kinevezési okiratban feltüntetett besorolási és egyéb osztályok. A háttérjogszabályt a későbbiekben változtathatja a jogalkotó. Ahogy az előző időszakban a 13. havi fizetés, mint szerzett jog tűnt el, ugyanúgy, mint a felmentésnél kívánunk, szimmetrikusabb, de azért mégiscsak védelmet biztosító jogszabályi környezetet teremteni. Köszönöm szépen. Viszont válasz, ha megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. Tehát természetesen mind a ketten tudjuk, hogy nem ugyanarról van szó, mint amikor próbaidőben bocsátják el az alkalmazottakat indokolás nélkül. És úgy láttam, hogy a szándéka az megvan Önökben, hogy az alkotmányossági kereteken belül mozogjunk. Ezért mi lehetőséget szeretnénk arra biztosítani Önöknek, hogy holnap a házszabály 107. szakasza alapján támogassák azt az elképzelésünket, azt a javaslatunkat, hogy az indokolási kötelezettség az kerüljön bele. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat. Köszönöm szépen a figyelmét, meg az aggodalmát is képviselőnek ezzel a javaslattal kapcsolatban. Én bízom benne, hogy az előterjesztők szándéka szerint meg fogja valósulni ez a tervezet, és kormánytisztviselő lesz ez a 65 ezer ember. Én bízom benne, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy amint karcsúsodott a minisztériumok száma, Ön is jól láthatja, hogy hány bársonyszék van itt üresen. Nyilván ez sokkal kevesebb kiszolgáló személyzetet is igényel a közszféra részéről. Itt tehát föl fognak szabadulni erők, és amúgy is az eljárások egyszerűsítésével, a bürokrácia leépítésével szintén mind a vállalkozók egyrésztről adminisztratív tehertől szabadulhatnak, másrésztről pedig az állami költések, a különböző bérkiadások is csökkenni fognak. Ehhez van szükségünk erre a törvénymódosításra. Mi nem fogunk ezzel visszaélni, nem önkényesen fogunk ezzel élni, hiszen azokra a szakemberekre szükségünk van, akik jól végzik a közszférában a munkájukat. Nem akarjuk azt a hibát elkövetni, mint elődeink, és a valódi szakértő köztisztviselőket, kormánytisztviselőket eltávolítani a közigazgatásból, hiszen akkor ugyanarra sorsa juthatunk, mint ők, amit nem szeretnénk. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Csampa Zsolt, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek. Hol szólít a Bakancs Afganisztánban címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Simicsko István államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Köszönöm, elnök úr, elfogadom, köszönöm. Csampa Zsolt képviselőt illeti a szó.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Igazából lehetett volna az azonnali kérdésemnek az a kérdése is, hogy 200 fő vagy egy fénykép. Mindezért az a költői kérdés, ugye, hogy a leköszönő volt miniszterelnök Bajnai Gordon az Egyesült Államokban látogatást éven, tanácsadói valószínű javaslatára azért, hogy egy fényképet tudjon készíteni Obama elnök úrral, ezért egy nagyot kellett mondani a tekintetben, hogy 200 fővel növeljük Afganisztánba csapataink létszámát. Tette mindazt, volt legköszönő miniszterelnök ezt a javaslatot úgy, hogy nem egyeztetett a parlamenti pártokkal, nem egyeztetett a szakmával, nem egyeztetett a területtel, sőt, mondhatnám azt is, hogy ő maga még Afganisztánban sem járt. Ha járt volna, akkor legalább tudhatott volna azzal kapcsolatban egy-két olyan mondatot, vagy éppen a költségvetésben is tenni egy-két olyan javaslatot, hogy mind a katonák egyéni felszerelése, mind pedig az ott lévő egyéni beosztásban lévő katonáknak egyéb kiegészítőkkel tudjanak rendelkezni. Azt gondolom, hogy elgondolkoztató az, hogy egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy félig meddig felajánlás maradt a következő kormánynak egy ilyen felajánlás maradt a következő kormányra, és azt gondolom mindenféleképpen azért, hogyha megnézzük az idei költségvetést, akkor az idei költségvetésben erre a plusz 200 főre erre a javaslatot, pénzügyi javaslatot nem látjuk. Teszem fel az államtitkár úrnak azt a kérdést, hogy látja-e a pénzügyi vonzatát e 200 fővel kapcsolatos növelése Afganisztán tekintetében. Köszönöm szépen. Megadom a szót Simicsko István államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselő úr. Jogos a kérdés. Az egész afganisztáni misszió 14 milliárdos többlet költségére, ennek a fedezetére Bajnai kormány 5,2 milliárd forintot biztosított, tehát 8,8 milliárd forint hiányzik. Most persze, hogyha pénzről beszélünk, az egy nagyon fontos tényező, azonban itt nem csak pusztán pénzről van szó, hanem a katonáink biztonságáról, életesélyéről. Hiszen a pénz elmaradása az a felkészítésük, kiképzésük, felszerelésük hiányosságát jelentheti. Tehát nem kevesebbről van szó, mint a katonáink életéről. Ezért én is föltennék egy kérdést itt az országgyűlés előtt, hogy felelőse az a kormány, felelős volt-e az a miniszterelnök, aki ilyen felajánlást tett? Hiszen a katonáink életéről van szó, nem másról, nem kisebb dologról. Tudjuk, hogy az afganisztáni misszió rendkívül veszélyes küldetés. Ezért az anyagi fedezet hiánya, annak az előteremtése feltétlenül szükséges feladat. Úgy érzem, hogy az új kormány, az új honvédelmi politikai vezetés elsődleges felelőssége, hogy ezt a hiátust kiküszöbölje. Ezért egyébként Hende Csaba honvédelmi miniszter úr első és legfontosabb látogatása az Afganisztánban állomásozó katonáinkhoz vezet, pont azért, hogy személyesen tanulmányozza a helyzetet, tekintse át, hogy milyen felszerelés hiányzik, milyen többletforrásokra van szükség. Ezért kérem az önök bizalmát és támogatását és a válaszom elfogadását, hogy ebben működjünk együtt, működjünk közre, és támogassák, hogy a katonáinkat felszerelhessük tisztességesen, hogy életességüket növelhessük ebben a veszélyes küldetésben. Köszönöm szépen. Viszont válasz, ha megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy az egyik kiemelt feladata továbbra is a nemzetközi misszióban való eredményes részvétel a magyar honvédségnek, és itt Afganisztánt is azt gondolom, hogy mindenféleképpen ide kell sorolni. Én magam ugye az elmúlt ciklusban legalább 4 alkalommal jártam Afganisztánba, a tapasztalataim azok, hogy sajnos a katonák az egyéni felszereléseket ők maguk veszik meg, egy lézerpointos, infravörös lézerpointos, mondjuk, hogy biztonságos gépkarabélyhoz fölcsatolható, ők maguk veszik meg. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni honvédelmi miniszter és a államtitkár úr és a honvédelmi vezetés is biztosítani fogja a tekintetben a katonákat, hogy a jövőben gyakorlatilag az ő szolgálatukat, teljesítésüket biztonságban végre tudják hajtani, itthon és akár misszióban is. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg az államtitkár urat. Köszönöm szépen Csampa Zsolt képviselő úrnak a hozzászólását és a kérdését is. Szeretném nyomatékosítani, hogy az új honvédelmi vezetés eltökélt szándék, hogy nem hagyja cserben a katonáinkat.
mindent megtesz annak érdekében, hogy a katonák életminősége, életkörülménye és életesélye javuljon az elkövetkező időszakban. A nemzetközi szerepvállalásaink vonatkozásában pedig szeretném elmondani, az előző kormány szemléletmódjával, helytelen szemléletmódjával szakítva nem mennyiségi felajánlásokra törekszünk a jövőben, nem az élőerő felajánlásra törekszünk elsősorban a jövőben, hanem a minőségi szerepvállalásra törekszünk a különböző nemzetközi feladataink ellátása során. Ez mind a technikai szempontokat figyelembe tesszük, mind pedig a katonák tevékenységét illetően. Erre helyezzük a hangsúlyt az elkövetkező időszakban. Én bízom benne, hogy Magyarország nemzetközi megbecsülése mind a NATO-ban, mind a világban ezen keresztül jelentős mértékben növekedni fog. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! Gyenes Géza, a Jobbik képviselője, kérdést kíván föltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek, az egészségügy jelenlegi helyzetében milyen lépéseket kíván tenni az ellátás különböző szintjein, így az alap, járóbeteg és fekvőbeteg ellátásban címmel. A miniszter úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Szócska Miklós államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy személyesen a miniszter úrtól várja a választ. Elnök úr, elfogadom. Képviselő úr, öné a szó. Tisztelt államtitkár úr, a meghirdetett kormányprogram szerint az állam lerombolt tekintélyének visszaállítása érdekében önök megkívánják teremteni a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeit, és szakítani szándékoznak az elmúlt évek öngondoskodásra vonatkozó hamis politikai felfogásával, amely az öngondoskodás elsőbségét hirdette akkor, amikor az állam saját hibái és tehetetlensége miatt már az alapvető közszolgáltatásokat sem tudta állampolgárai számára biztosítani. A programjukban elsőleges feladatként jelölték meg a közszolgáltatások rendezetlen viszonyainak felszámolását, valamint kiszámíthatóságának megteremtését. Az állampolgároknak biztosítandó közszolgáltatások között talán az egészségügy az, amelynek jelenlegi működése a legrendezetlenebb, a leginkább kiszámítatlanabb. Pedig ebben az ágazatban lenne a leginkább szükség a program által hirdetett emberek iránt érzett felelősségtudatra és a felelősségteljes politizálásra. Tény, hogy a rendezetlenség és a kiszámíthatatlanság jelenlegi sok emberi életet követel, sok esetben oka az egészség elvesztésének, sok esetben akadálya az egészség visszaszerzésének. Tisztelt államtitkár úr! Az egészségügy pillanatnyi helyzetében valamennyi ellátási szintre vonatkozóan milyen forrást igénylő és milyen forrást nem igénylő azonnali lépéseket kíván annak érdekében tenni, hogy fenntartható legyen az ellátási szintek működőképessége, csökkenjen a várólistákon a várakozás ideje, megálljon az egészségügy dolgozók pályaelhagyása, kivándorlása, javuljanak az utánpótlás képzési és életkörülményei, javuljanak az egészségügyben a munkakörülmények, korrekcióra kerüljenek az egészségügyben jogbizonytalanságot okozó jogszabályok, láss például a működtetési jogra, ügyeletre, iparvizési adóra, stb. Vonatkozókat. Végezetül mit kíván annak érdekében tenni, hogy a rossz helyre pozícionált volta miatt gyakorlatilag megszűnt etikai ítélkezés újrainduljon a magyar egészségügybe? Köszönöm, és várom válaszát. Megadom a szót Szócska Miklós államtitkárunknak. Köszönöm a szót, elnök úr, és tisztelt képviselő úr. Nagyon köszönöm a kérdést, amelyben egy olyan súlyos és mindenkit érintő problémára világít rá, amelyet az előző kormányzattal szemben mi máshogyan szeretnénk kezelni. Az előző kormányzat az egészségügyi ellátórendszert jelentősen meggyengítette. A betegutak zűrzavarosak, és ebben mérhető emberveszteség van. Tehát a mentőszolgálatnál megkérdezhetjük, hogy a betegutak zavara, a hosszabb szállítási idő hány emberi élet elvesztését okozta. És az ellátórendszer pedig a fenntarthatóság peremére sodródott. És emellett a népegészségi és emberi erőforrás krízis helyzet az állandósodott, és ez már veszélyezteti a fenntarthatóságát a rendszerüknek. Ennek mi tudatában vagyunk. És engedje meg, hogy egy rövid válasz keretében kitérjek ki, amennyit ennek a kerete megenged, ebben térjek ki az egyes lépésekre, előre bocsátva azt, hogy amint képviselő úr kérdéséből is kiderült, egy ilyen szintű probléma halmazon csak egy hosszú távú következetes erőfeszítés.